A mély múltságyás. Már tavaly kigondoltam, idén viszont meg is valósítottam. Na de hogy mi is tulajdonképpen a mély múlcs? Egy olyan termesztési technika, amikor nem földben termesztünk, hanem komposztált zöld hulladékban. Ami nem is zöld hulladék, hiszen zöld és barna rész elegye. Mégpedig olyan formában, hogy 75% a barna rész, azaz a száraz levelek vagy az ágdarálék, és 25% a zöld rész, azaz mondjuk a vágott fű, vagy a paradicsom kacsulása közben keretkező hulladék. Nagyon egyszerűen oldottam meg, csak egy keret van, és abba tettem bele a növényi hulladékot, tavasszal szépen kimentem az utcára, összeszedtem a faleveles zöld hulladékos zsákokat, aprítottam ágat az aljába, de előtte alaposan fellazítottam alatta a talajt, úgy kezdtem el rátenni a hulladékot, és már nagyjából 6-8 hete érik benne a növényi hulladék, elkezdett komposztálódni, és a mémulcságyás tulajdonképpen egy 20-25 vagy akár 30 centi vastag komposzt lesz nekünk, amiben kiválóan tudnak nőni majd a növények. Próbaképpen vetettem bele krumplit, és mint látható, tökéletesen érzi magát, kitűnően nő benne. Na de lássuk, hogy néz ki belül a zöld hulladék. Utána meg elmondom, hogy miért van még itt ez a halomág. Ha beletúrok a mély múlcságyás közepében, látható, a zöld hulladék már elkezdett lebomlani és komposztálódni. Tulajdonképpen a mély múlcságyás az egy nyitott komposztáló, viszont az arányokra oda kell figyelni. A mély múlccsal egy probléma van, hogy amíg nem érjük el a megfelelő vastagságot, addig bizony folyamatosan etetni kell. Hiszen a benne lévő zöld hulladék folyamatosan esik össze, ahogy komposztálódik, és ezt nekünk pótolnunk kell. És pont azért, mert 75-25 arány van a barna rész javára, nem lehet azt csinálni, hogy csak és kizárólag zöld hulladékot dobunk rá, mert akkor nem lesz jó a mély múlcsunk. Szóval ezért spejzoltam én be ágakat, még márciusban, hogy megfelelő mennyiségű barna részt tudjak bejuttatni a mély múlcságyásba, semmi más nem kell, csak fogjuk, ledaráljuk és rászórjuk. Aztán majd össze, hogyha újra lesznek falevelek, akkor jól meg lehet pupozni, miután kijött belőle az, amit termesztünk benne. Nekem krumpli, na meg édesburgonya lesz, remélem végre tudok normális méretű édesburgonyát is termeszteni. És ősszel szépen megpupozzuk, majd jól belocsoljuk, és tavaszra az is össze fog esni, de már nagyjából be fog állni az a megfelelő méretű komposztréteg, amibe a következő évben már simán tudunk bármit termeszteni, akkor is kell majd hozzáadni valamennyi zöld hulladékot. Viszont ahogy a magas ágyásnál is, bár ott föld van, de alul ugye zöld hulladék réteget teszünk be, az is szépen folyamatosan esik össze, és valamennyi földet mindig rá kell tölteni a magas ágyásra. A mély múlcsnál is ugyanez van, egy ideig kell etetni, amíg az a jó vastag komposztréteg ki nem alakul, viszont egy mély múlcságyás esetén semmi szükség földre, csak és kizárólag növényi hulladékkal tudjuk megtölteni. És ha ügyesek vagyunk, és behozzuk az utcáról a szomszédok zöld hulladékát is, egy forint nélkül meg tudjuk úszni az új ágyásunk feltöltését organikus tápanyaggal. Na de mutatom, hogyan töltöm a mély múlcságyást. Csodálatos ágdarálom, ami egy évben jó, ha háromszor van használva, és elkezdem aprítani az ágat, nem kell nagy mennyiségeket egyszerre leaprítani, rétegekben fogom rászórni a mély múlcságyásra, viszont azt fogadjuk meg, hogy ha ágdarálóval dolgozunk, vegyünk védőszemüveget, most már én is fogok venni, mert háromszor a visszapattanó ágdarabok majdnem kilőtték a szememet. Meg is vagyunk, ezt az ágdarálékot én rászórom a mély múlcsra, szépen elegyengetem, és erre fog jönni majd egy adag vágott fű, de ha nincsen ágdarálékunk, nyugodtan dolgozhatunk szalmával is egyébként. Még egy adag faapríték jön a tetejére, és az a lényeg, hogy jól öntözzük meg, a baktériumok, mikroorganizmusok tudjanak dolgozni benne, és nem sokára meglátjuk, mennyi krumpli terem benne, és ültetjük az édesburgonyát.